Szeretettel köszöntöm az irányvonal adásának követőit. A mai kérdésünk, hogy mi a fontosabb a tíz tanács, azaz a tíz parancsolat, vagy az első korintusi levél 13. fejezete, ugye ez a szeretet himnusza néven ismert ez az ige vagy pedig Máté evangéliumának az 25. fejezetéből a 31. verstől Emlékeznek rá ez a híres példázata Jézusnak a juhok és a kecskék szétválasztásáról. Na most igazából itt a kérdés az első kettőre vonatkozik, tehát hogy a szeretet himnusza vagy a tíz parancsolat, és az utóbbi mellé van állítva ez a mátéi példázat idézet. Egy gondolatra azért nézzük csak meg, hiszen a tíz parancsolatnál Mózes második könyve 20. fejezetében Tulajdonképpen egy olyan ige szakaszról van szó, ami egyedülálló az egész Bibliában, ugyanis bár ez egy kőbevésett törvény, de ne felejtsük el, hogy a Biblia feljegyzése szerint abban egyedülálló a teljes írott kinyilatkoztatáshoz képest, hogy, hogy a mózesi feljegyzések szerint ő ezt Istentől kapta készen, tehát Isten írta. Van tehát valami különlegessége és valami hihetetlen tekintéje ennek a törvénynek. Öm, a korintusi első levél 13. fejezete Pálapostolnak egy híres tanítás, egy rendkívül zaklatott életű és színes gyülekezet számára, ahol aztán minden volt, és ezért is kellett egy kicsit utat mutatni, feddeni, dorgálni, no meg bátorítani és szeretgetni is az atyafiakat. Ezt teszi az apostol, és egyébként felhívja a figyelmüket, hogy ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet pedig nincsen én bennem, olyan lettem, mint a zengőérc vagy pengőcimbalom, és ha jövendőt tudok is mondani, mi minden lehetett ebben a korintusi gyülekezetben. Minden titkot és minden tudományt ismerek is, egész hitem van úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok, sőt, ha vagyonomat mind szétosztogatom is, és testemet tűzre adom önfeláldozás. Szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból, megdöbbentő végletek feszítették szét a korintusi gyülekezetet. Ezért érdekes tehát felvetni ezt a kérdést, hogy, hogy vajon melyik a fontosabb, mert megmondom őszintén, én zavarba vagyok a válasznál, mert nem tudok fontosság is sorrendet állítani a kettő között. Amikor a szeretet himnusza kimondja, hogy hit, remény, szeretet, ezek a legfontosabb dolgok, és ezek között legnagyobb dolog a szeretet, akkor egyébként ez tökéletesen összhangban van a harmadik idézett Igeszakaszsal, ahol Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor az Isten eljön, majd az Atya elküldi a Fiát, az ég felhőiben is megjelenik, és jobb és bal keze felől állítja az embereket, akkor a, a szétosztásnak egy nagyon egyszerű szempontrendszere lesz. Azt mondja, hogy a, a hallgatók, a bárányok és a kecskék legnagyobb megdöbbenésére azt mondja majd az igaz bíró, aki a királyi székben ül, hogy Éheztem, és ennem adtatok, szomjóztam, és innom jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám, csodálkozásukban vissza is kérdeznek, Uram, mikor láttuk, hogy te ilyen és ilyen is ilyen voltál, és mi ezt tettük? Ő pedig azt mondja, amikor egyel megcselekedtétek, egyel az én legkisebb atyámfiai közül én velem cselekedtétek meg. Az önzetlen, fáradozó, szeretett szolgálatról szóló bibliai tanítás, ahogy azt Jézus mondta, vagy később Pál kifejtette, nincsen ellentétben, vagy nem állítható fontossági sorrendbe azzal megütköztetve, amit a Tíz Parancsolat mond az életről. Kétségkívül a Tíz Parancsolat olykor inkább óvóbb vagy egyenesen tiltó megfogalmazásban fogalmaz. Azonban én azt mondanám, hogy a melyik fontosabb kérdésre valami olyan választ adhatnánk, hogy, hogy egy mechanikus hasonlatot hadd mondjak, hogy melyik a fontosabb a gépjármű vagy az üzemanyag? Melyik a fontosabb? Ahhoz, hogy az egész kerek legyen, hogy a gépjármű mozogjon. Melyik a fontosabb? A gépjármű vagy az üzemanyag? Az Isten a Tíz Parancsolatban az emberi élet legalapvetőbb felosztását, rendjét, kérdéseit taglalja taglalja az első kültáblán az Isten és ember kapcsolatot. Tehát ez egy, ez egy, ez egy vertikális kapcsolat. Aztán a második kőtáblán tisztelt atyádat és anyádat odáig, hogy ne kívánj, ne kívánj semmit fel a barátod, horizontálisan átnézi az emberi világnak a rendjét. És a kettőt szorosan összekapcsolja, sőt sorrendbe állítja, azt mondja, hogy a, az isteni feltétlen szeretet, a szabadító szeretet, mert hogy kezdődik a tíz parancsolat? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak, megszabadítottalak téged. Én a szabadító Isten vagyok, én a szerető Isten vagyok. Nem véletlen, hogy amikor Jézust megkérdezik, hogy melyik a nagy parancsolat Máté Evangélium a 22. fejezetében, ő maga is azt mondja, ezzel nem semlegesítve a tíz parancsolatot, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből ez az első nagy parancsolat, a második hasonlatos, ezt szerest fel a barátodat, mint magadat. Mi ez? Tulajdonképpen a tíz parancsolat két kőtáblájának az egy korintus 13 szerinti összefoglalása hogy az autó menjen, és hogy az üzemanyag megmozgasson valamit, ehhez a kettőt össze kell kapcsolni. Az élet fő kategóriáit, fő területeit, az ember viszonyulásait az eredetéhez, a származásához, az Istenhez, és a földi kapcsolatrendszereihez, az emberi kapcsolatokhoz, ez tökéletesen feltárja, és tulajdonképpen egy vázlatos formában, óvatos, Óvások, iránymutatások, de ha kell tiltások formában a tíz parancsolat tartalmazza, de hogy ez nem maradjon kőbe vésve. Ezért jött el Jézus. És mondta el a hegyi beszédben azt a tanítást, amivel a törvény betöltését, a törvény életre keltését mondjuk azt, hogy beindította az autót mert megtöltötte a szeretet üzemanyagával. Hiszen Jézus Krisztus azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott, hogy ne lopj, vagy hogy ne légy házasságtörő. Én pedig azt mondom nektek, hogy szeretettel ez jobban működik, mert nem csak nem fogsz lopni, hanem adni fogsz. Nem csak nem teszed a rosszat, hanem teszed a jót. Tehát Jézus összerakta, maradva ennél a csúnya mechanikus példánál, beindította az üzemanyaggal a szeretettel azt a kőbevésett vázlatot, tervrajzot, amivel az Isten az egész emberi életet lefedi. És meg akarta mutatni, hogy van működő autó, és van az az üzemanyag, ami nem csak szép, és szeretet így, szeretet úgy, szeretet amúgy, hanem a szeretetnek azok a keretei, ahol megvalósulhat az adás, az önzetlenség, a és a fáradozás, a türelem, jóság, szelítség, ahogy azt majd az apostol egy másik levelében a lélek gyümölcsének nevezi. Erről szólt ez az összhang, és nem a mi a fontosabb. Mégis azért nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez a mi a fontosabb kérdés ráterelte arra a figyelmünket, hogy ez a kettő együtt nagyon fontos. A szeretek a magam módján, vagy szeretek, ahogy sikerül, vagy én így szeretek, hát tessék elfogadni, akinek nem tetszik, az keresem mást. Szóval, hogy a szeretet hangsúlyozása önmagában, vagy a tíz parancsolat, hogy de azt az Isten mondta, de azt kőbevéste, de az önmagában egyik sem működik. Isten azt akarja, hogy Jézus Krisztus által életre keljen a rend. Azt akarja, hogy a törvény szerethető és szerető legyen. Így mutatkozzon meg. És ezek után tényleg gyönyörű rátérni arra az ige szakaszra, amit Máté Evangélium a 25. fejezetében olvashatunk, amikor Isten eljön és lát embereket, akik a tíz parancsolat szerint életüket, tehát hogy nem tárgyakhoz kötődnek, nem bálványokat követnek, nem csak színleg, képmutatólag veszik szájukra az Isten nevét, az időgazdálkodásuk hat napon át munkálkodja, hetedik nap megpihenj, szolgálja az ő életüket, az ő újratöltődésüket, az ő vertikális kapcsolatuk, a horizontálist, hogy azután átmenve a második kőtáblára tisztelni, megbecsülni életet, tulajdont, becsületet, egész a szív gyógyulásáig, hogy ne kívánd. Ez valami csodálatos rend, nagyobb rendszer, mint gondolnánk. És olyan csodálatos, ahogy az Ószövetség és az Új Szövetség összekapcsolódik. Ahogy Jézus a farizeus kérdésére, hogy melyik a nagy parancsolat, a szeretett törvényét, Mózes 5. könyvéből és Mózes 3. könyvéből idézi. Gyönyörű ez a rend, ez az Isten rendje. Szeres, legyen üzemanyagod, és vedd komolyan az Isten törvényét, a tíz parancsolatot, ami átvilágítja a te életedet. Úgy legyen.